A gyerekek nagy-nagy várakozással várták a félévi értesítőket, a bizonyítványokat. A gyerekek nagy-nagy várakozással voltak a félévi értesítőket, bizonyítványokat illetően. A héten ugye megkapták a bizonyítványokat. Hát bízom benne, hogy otthon a családban megfelelőképpen értékelik ezeket az eredményeket. Hát ugye el lehet mondani, és ezt mindig el lehet mondani, hogy vannak nagyon ügyes gyermekek, akiknek kitűnő a bizonyítványok, vagy nagyon szép a bizonyítvány, de sajnos vannak olyanok is, akiknek bebecsúszott egy-egy rossz lejegy így fél évkor, de hát azért van a második fél év, hogy ezeket ki tudják javítani, és a kollégák törekszenek arra, hogy ez meg is valósuljon. Hát az első fél év az programokban igen gazdag volt, mint mindig, és hál' Istennek most már nincs olyan erős pandémiás időszak, hogy ne lehetett volna ezeket a programokat megvalósítani, és hát nagy-nagy reményekkel nézünk a második fél év elé. A legfontosabb néhány héten belül a nyolcadikosoknál a jelentkezési lapok beadása. Most már mennek a nagy megbeszélések és gondolkodások az osztályfőnökökkel, a szülőkkel, hogy melyik gyerek hogyan képzeli el a jövőjét, milyen középiskolába szeretné beadni a jelentkezését. Már most ezzel foglalkoznak az osztályfőnök kollégák, és a gyerekek is gondolkodnak rajta. A legnépszerűbb a gyerekeknél, ugye a karcagi gyerekeknél a karcagi iskolák. Tehát azok szerepelnek inkább első helyen. Itt említeni tudom a gimnáziumot, a Varó iskolát, a Szent Annait, tehát ezeket jelölik be a gyerekek, de vannak bátrabbak is, akik távolabbi helyeket, intézményeket jelölnek meg, mert mást képzelnek el maguknak a jövőben. Hát látjuk majd a végeredményt, mert ugye még én sem láttam ezeket a lapokat, mert előzetesen egy nyomtatott formában kitöltik az osztályfőnökök, és egy elektronikus rendszerbe kell ezt felvinni, és az majd itt fog történni a központban. A művészeti iskolákban máshogy működik a felvételi. Ott először konzultációs meghallgatások vannak, amik már elindulnak december elején, és ilyenkor januárban még tartanak, és a konzultációs meghallgatás után már körvonalazódik, hogy van-e szándék arra a középiskolában, hogy felvegyék a gyereket, vagy mégsem. Ez jó, mert ez tiszta képet ad a gyereknek is, a szülőnek is, hogy érdemes-e jelentkezni zeneművészeti szakközépiskolába. De általában azok a gyerekeink, akik ide jelentkeznek, nem csak ilyenkor mennek konzultációra, hanem már az előző években is, és hát ezek a gyerekek biztosra mennek. A második fél évben azoknak, akiknek néhány rossz jegy becsúszott, lehetőség lesz a javításra, de indulnak a tanulmányi versenyek döntői is. Azok a gyerekek, akik javításra szorulnak, vannak tanórán kívüli úgynevezett felzárkóztató foglalkozások, és itt segítik a pedagógus kollégák a gyerekeket, hogy a lemaradásaikat azt be tudják hozni. A jó tanulmányi eredményt elért gyerekeknek pedig második fél évben is a versenyek azok, ahol megmérettethetik magukat. Vannak hagyományos versenyeink. A Kiskulcsoson már több éve zajlik az alsó tagozatosoknak a népdaléneklési verseny. Ez nem csak a kiskulcsosi gyerekekre, hanem az egész városra kiterjed, tehát más intézményekből is nevezhetnek a gyerekek. Aztán szintén évek óta zajlik Kiskulcsoson a környezetismereti, természetismereti verseny. Erre is várjuk majd a jelentkezőket iskolán kívül is. Iskolán belül lesz egy angol nyelvi verseny, ahol az angol tudásukat mérhetik össze a gyerekek, illetve Veres Henrietta emlékverseny, elhunyt kolléganőnk emlékére, egy rajzverseny, amelyen pályázhatnak a gyerekek, akik nagyon szépen tudnak rajzolni, vagy úgy gondolják, hogy ők most megmérettetik magukat ezen a területen. A művészeti iskolába a gyerekeink, most a helyben nem lesz második fél évben itt versenyünk, hiszen tavaly volt a megyei vonós verseny, ebben az évben a gyerekeink más iskolákba, más városokba mennek versenyezni, lesz részhúvós verseny, lesz zongora verseny, lesz kamarazenei verseny, és mindegyikre készülnek a gyerekeink. Hát bízom benne, az eddigi eredményekhez híven nagyon szép oklevelekkel és helyezésekkel fognak hazatérni.
és a Kovács tagintézményünkben is számos olyan lehetőség adódik majd a diákoknak, ahol összemérhetik tudásukat. A második fél évben is folytatódik az ünnepi hangverseny sorozat igazi különlegességgel. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény ünnepli a születésnapját, immáron a 75-et, és ha a közönség, a karcai közönség figyelemmel kísérte az életünket, akkor októberben került sor egy hangversenyre. A következő hangversenyünk az Erkel emlék nap keretében került meg a rendezésre. Volt már karácsonyi hangversenyünk, mind a 75 éves évforduló égisze alatt, és március végére tervezünk egy volt növendékek hangversenyét, illetve egy nagyobb szabású hangverseny, amelyre bízom, hogy a volt növendékek közül nagyon sokan fognak jelentkezni, akár olyanok, akik profik, tehát a szakmában mentek tovább, akár olyanok, akik csak amatőr szinten musikáltak tovább. Nagyon kíváncsian várom majd a visszajelzéseket. Jó munkát kívánunk mind a három tagintézményben, és hogy a kis tehetségek hozzanak újabb elismeréseket az iskoláknak.